is szeretnék reagálni, hogy erre a szabadversenyes kapitalizmus meg... Szóval, hogy én mindent értek, csak tényleg ugye, ugye azt látjuk, hogy a hogy szabadversenyes kapitalizmus, igen, csak akkor, ugye ez mit jelent? Ha a bankok bedőlnek Amerikába, akkor az előbb-utóbb megmentik őket, ám hogyha az emberek nem tudják fizetni a TB-t, akkor nincs kórházi ellátás. Magyarországon ugyanez volt a helyzet 2007-2008-as világválságban, meg egyébként előtte is, de mondjuk ott borzasztóan kijött, hogy ja, hát oké, hát hogyha megváltoztak a gazdasági körülmények, és te nem tudsz fizetni, mert felvettél egy 5 milliós hitelt, és most 50 milliót kért tőled a bank, akkor kirakunk a házadból, utcán vagy, de még az utcán is te fizeted, tehát még, tehát hogy egyszerűen 5000 ember halt meg, lett öngyilkos csak ebből, és egyébként 100 000 kerültek elképesztően rossz körülmények közé ettől a fantasztikus gondolattól, hogy hát az államnak nem kell beavatkoznia, illetve elég a bankokat megmentenie, meg a nagyobb cégeket, az állampolgárokkal, akik dolgoznak, azokat nem. Én azt gondolom, hogy hát ez így biztos, hogy nincs rendben, és az látszódik, hogy a kapitalizmus teljesen elszabadult, nem csak itthon, másutt is. És ugye a versenyhez, no, hogy persze, a verseny az egy jó dolog, de hát ugye, ha a verseny, akkor ugye az azoknak jó, hogyha egyenlő feltételek vannak. Nincsenek egyenlő feltételek. A verseny azoknak jó, akik jó helyzetből indulnak. Tehát könnyű egy olyan embernek és csoportoknak, meg társadalmi rétegeknek versenyről beszélni, hogy az jó, amikor ők jó iskolába járnak, sok pénzük van, jó kapcsolataik vannak, bármi megtörténhet, bármit tesznek, esetleg elrontanak valamit, akkor mondjuk annyi történik velük, hogy egy másik igazgató tanácsba kerülnek bele. Ez Magyarországon és a Földön is egy átlag embernek általában egy, maximum kettő lehetősége van hibázni, utána neki vége van. Rengeteg minden állítódik elé, GDP-t meg lehet nézni, és érdekes módon GDP van, fizetések meg nincsenek, akkor itt valami nem stimmel. Tehát az állam ugye az azért van, azért alakult ki az elmúlt 10 000 évben, hogy a közösségünket irányítsa. És a mi felhatalmazásunkból, ugye ez egy elég hosszú sztori, mindenféle állam van, nyilván ezt Magyarországon jelen pillanatban elképesztően rosszul csinálják, de egy jó állam, az nem, az államnak, mint egy svéd országban, tehát egy ilyen helyeken, ott bejönnek az adók, azokat nem ellopják, hanem visszaforgatják az emberekre költik arra, hiszen azért fizették be az adó, az arra van, hogy az ország népek közösen összedobja, és abból lesz út, abból lesz oktatás, abból lesz egészségügy, stb. Stb. Ne csak annak legyen esélye, aki én nem tudom, nagyon gazdag környezetből jön, hanem annak is ugyanolyan esélye legyen, aki mondjuk egy kicsit szegényebb környezetből jön. Az iszom, az igazgatás, senki nem fogunk segélyezni, azt szeretnénk, hogy valaki elmegy dolgozni, az kapjon normális munkabért. Alakul körülöttünk egy ilyen szövetségesi rendszer, egy kisebb baloldali szervezetekkel, és mi így fogunk ennek neki menni, tehát nyilván tisztán ezt a balos gondolatot, és egyébként örülünk is, hogy ezt rendben lehet tenni, hogy van Magyarországon jobb oldal, vannak liberálisok, és akkor van bal oldal, nagyon örülnénk, hogyha ez tisztázódna az emberek fejében, hogy mik a különbségek.